A legutóbbi kihívás napján Újpest lett a legsportosabb város. A kerületben öt év után egyébként úszodát avattak a napokban, van már sípája is, gyúrtadani sportdiplomáciában is messzire viszi új klubja az úte hírét, viszont nem megy jól a belga tulajdonú futballklubnak egyelőre. Wintermantel Zsolt sportbarát polgármester a vendégünk az újpesti fejlesztésekről. Róla tudni való, hogy a lila fehér nép közé vegyülve fanatikus követője szurkolója a foci csapatnak is, nem fél az MLS sem kritizálni, néha ő a vendégünk. Jó reggelt kíván Kezdjük ott, hogy lehet, hogy Újpest előbb utóbb Szocsi babérjaira törne? Hát ott, olimpia még, is lesz? <laughs> ott még nem tartunk, de valóban az elmúlt néhány évben nagyon komoly sportfejlesztéseket hajtottunk végre, két dimenzióban, tehát általában sportpályákat, és hát ugye Újpest a Duna van, és viszonylag sík terep, de azt gondoltuk, hogy ha már tovább akarunk tereszkedni, akkor menjünk a harmadik dimenzióba is, és akkor most már a magasságok különbségeket is legyőzzük, és valóban építettünk egy négy évszakos sípáját, ahol valamennyi újpesti kisdiák meg fog tudni tanulni a síelés alapjaival. Ez mennyibe kerül nekik? Az iskolásoknak ingyenes, a tornaóra foglalkozások keretében az önkormányzat és az üzemeltető cég együttműködésének köszönhető, ezt ingyen vehetik igénybe. Öt alkalommal fognak menni két-két órát, és ez alatt eljutnak odáig, hogy biztonságosan le tudjanak jönni egy kék pályára. a cél az, hogy minden diák, minden új Hát szép sorban nyilván egyszerre nem lehet, de felmenő rendszerben szeretnénk mindenkit megtanítani. Mindez azért azt jelzi, hogy cél az, hogy minél többen sportoljanak a kerületben. Vannak egyébként számai az elmúlt három évről, mondjuk, hogy mennyivel több ember sikerült bevonni ilyen-olyan testmozgásba, sportolásba a kerületben? Hát ugye ennek több dimenziója van, ugye a legvégén, ugye a legnagyobb egyesületünknél az UT-nél látszik, hogy a végén hányan lesznek, akár gyerekként is igazolt sportolók de az látszik, hogy nagyon komoly hiátus volt ebben a tekintetben. Hiába a Sportosváros Újpest, hiába itt az az Egyesület, amely a legtöbb hazai sportsikert érte el, a legtöbb olimpiai pontot hozta az országnak. Nagyon sok büszkeséget, örömöt okoztak nekünk, de ennek ellenére voltak hiányosságok, és ezt próbáljuk leküzdeni. És nyilván, hogyha egy infrastruktúrális hiányt sikerül, egy gyűrt sikerült betölteni, akkor azt a azokat a pályákat használják is, tehát látványos a növekedés. Nem véletlen, hogy idén a kihívás napját is megnyertük. Hogyha viszont a végpontra megyünk, tehát az UT-hoz, akkor ott milyen számaink, számaik vannak szakosztályok, illetve igazolt versenyzők, milyen növekedés van az elmúlt három évben? Hát amellett, hogy pályákat építünk, most már második éve rendeztük meg az önkormányzat és az -e közösen az újpesti sportvarást, ami egy ilyen választó, oda szintén a másodikus, illetve elsős kisgyerekek tudnak eljönni és megismerkednek a szakosztályokkal. És egyébként, hogy jönnek az eredmények, ugye, mert hogy a végén is az olimpiai bajnokaink egyre több van, hozzák az eredményeket, ez egyértelműen motiválólag hat, és lejelentős, most darabszámot, vagy fő számot. De lényeg az, hogy nőtt az igazolt. Nőt az igazolt sportok, és nagyon sokan sportolnak amatőr módon, nagyon sok amatőr kis csapat van Újpesten, róluk se feledkezzük meg, ők próbálnak egy közös együttműködést kialakítani, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg elindult valami. Itt volt nálunk a héten Gyurtadan, és kifejezetten jó döntésnek nevezte azt, hogy váltott és Újpestre igazolt lila fehérbe öltözött. Ugye ő egyelőre Rióról beszél, de kérdés az, hogy ez együttműködés, ez lehet annál hosszabb távú is, tehát most meddig szerződtek és meddig szeretnének szerződni vele? Hát szerintem is jó döntést hozott adani, vagy jó döntést hoztunk közösen, inkább így mondom. És hát igen, a szerződés 2014-ig szól, de én komolyan gondolom azokat a szavakat, amiket a Dani mond, hogy ő úgy érzi, hogy megtalálta a helyét. Tehát én azt gondolom, hogy 14 után is, 14, bocsánat, 16 után, tehát a Rio után is. Ha meg a 2021-es hát Budapesti végén sok sok sok, 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 még úszni. Sok, sok, lehet, hogy lehet, fogja tenni? Hát én nagyon szeretném, rajtunk ez nem fog múlni. Az összes sportoló, aki ide jött hozzánk, Kozák Danuta is például elmondta, hogy, hogy a legfontosabb a mai magyar sportközekben a megbízhatóság, kiszámíthatóság. És én azt gondolom, hogy az önkormányzat és az út együttműködésének köszönhetően egy stabil egyesületről beszélhetünk, ahol jók a feltételek, ahol nyugodt a felkészülés körülménye. Én azt gondolom, hogy ha ők jól érzik magukat itt, akkor nem akarnak majd elmenni. Öt év után ugye saját úszoda is van Újpesten, viszont hogyha már úszodáról beszélünk, ami örömteli, akkor van egy fájó pont ez a, az élvonalbeli víz, vízilabda csapat hiánya. Na hát ezzel mi a helyzet? lesz -e egyszer újra egy ilyen beggyőztes vízilabda csapat Újpesten? Legutóbb, amikor itt voltam, szintén megkaptam ezt a kérdést, és most sem tudok egyelőre többről beszámolni. Az UTE úszói fogják használni az új úszadánkat a vízilabda csapat fölépítése, mint ahogy egyébként számomra fájó, mert én kézilabdáztam még az utas színeiben, és most már kézilabda szakosztály sincsen. Ezeket a csapatsportokat fölépíteni, ez egy nagyon ö, költségigényes és egy hosszú távú folyamat. Voltak beszélgetések, és van egy egyesület, az Utánpótlás Lábdasport Egyesület, akik nagyon-nagyon szép eredményeket hoznak, de jelen pillanatban ők egy külön egyesület, a gyerekek legnagyobb része szintén újpesti, egyelőre még nincs meg az a, az a szikra, ami adott esetben ezt a közös gondolkodást lángra is lobbanthatná, de azt gondolom, hogy hogy nincs elfeledve a téma, és, és általában fél évenként előkerül, hogy hogyan is lehetne Valahogy elindulni ebben. Mert akkor ezek szerint arról nem mondott le az önkormányzat, Tungsram kosárra is gondolhatunk, tehát hogy a ugyan költséges, de népszerű labdajátékokat, látványsportokat is visszaépítse. Hát az önkormányzat semmiről nem mondhat le. Világos, És ezt támogatja És ezért is van az önkormányzatnak sportösztöndíja, ezért van sporttámogatási keret, ahol a kis amatőr csapatokat segítjük mert hogy nyilván nem csak az élvonalbeli versenypont van, hanem ahogy beszéltünk a tömegsportról, illetve az amatőrsportról is szó van. Én azt gondolom, hogy, 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 jó úton haladunk ebben a tekintetben, és nem csak az úszodát építettük meg, hanem például kicsit a, a rávezetni a gyerekeket a sportra, megépítettük a Tarzan Parkot, ami egy közel két hektáros szabadtéri játszó, családi játszópark, ahol a mozgáskoordinációra, a különböző egyensúlyozási gyakorlatokra lehet helyezni a hangsúlyt, mindezt játékos keretekben, hogy a gyerekek mozogjanak, mozogjanak, mozogjanak. A polgármester, milyen a viszony a futballklub? Ugye a futballklub teljesen önálló, az egy önálló cég belga tulajdonba. Egy idézet az ön Facebook oldaláról. Roderik úr, a Düsatel úr, <hállt> nyilvánvalóan. Tisztelet azért, hogy kiúszta a csapatot az anyagi csődből, de ami most van, az nem szám. Most nem borzalmas, egy szóval kilátástalan. Veszélyes üzem ez és... a Facebook. De, de azt jelenti, hogy most azért arról beszélünk, hogy ön, ön, ön egy tényleg fanatikus újpest szurkoló, és ott szokott lenni a meccseken. Hát fiatalkorom óta rendszeresen járunk meccse. Nyilván, amikor az ember egy pozícióba kerül, akkor nem biztos, hogy mindig el tudja kísérni a csapatot, de voltam mostanság is vidékére is elkísértem őket. Igen, az ember egy csapatot választ egy életre, legalábbis az én így gondolom. Ez a Facebook bejegyzés, ez a Pécsi mérkőzés után született, és nyilván egy ilyen három-négy mondatos posztban nem lehet kifejteni részletesen az embernek a véleményét, ebben benne van egyébként valóban az az érzelem, az az elkeseredettség, amit most látunk. Azt azért el kell mondani, mert így vagyunk igazságosak, hogy a mondatnak, vagy ennek a hozzászólásnak az első mondata igazán az, ami fontos. Hogy mert, az mert, hogy mert hogy valóban olyan helyzetben vette őt, állt ezt a csapatot, ami ami talán még a mostani helyzetnél is kilátástanabb volt anyagi értelemben. Most úgy tűnik, hogy anyagi értelemben kezd rendeződni. Az úr, önkormányzat nem az pénzt, pénzt ennek a klubnak. E jelenti. A mi szemléletünk szerint, és ez egy 23 éves gyakorlat, amióta a újpesti önkormányzat, ebben az új folyamában létezik, hogy profi sportegyesületet anyagilag nem tudunk és nem is támogatunk. Egyébként, egyébként jó az együttműködést, mert hogy nagyon sok közös akciót csinálunk, például az újpesti elsős kisdiákok közösen kapják meg az újpest FC, az uta és az önkormányzat ajándékcsomagját benne egy foci labdával többek között, amit ugye a fiúk számára az újpest FC biztosít, a lányok számára pedig az UTE, tehát közös ilyen marketing akciónk van, népszerűsítő akciónk van, de anyagilag pénzzel nem tudjuk támogatni. Éppen. Azt mondja meg, ugye a derbin is ott volt, és mm -hmm. ráadásul nem vip Páholyban, hanem együtt utazott, ezt is láttuk, a, lehetett látni a Facebookon, együtt utazott a, a szurkolókkal, és közöttük nézte meg a meccset. Hát ugye nyilván a vip kényelmesebb, de hát ugye az is igaz, hogy Csányi Sándornak is írt már levelet, mert ha jól veszem ki, akkor nem igazán ért egyet közelről látva a helyzetet ezekkel a szurkokkal kapcsolatos MLS szigorral, vagy pedig rendszabályokkal? Én nem is a szigorról beszélnek, mert szigor sincsen. Tehát, hogyha most a derbiről beszélünk, nem kérték el a jegyet például. a le Magyarország igen, igen. legkiemeltebb mérkőzése, mondjuk azt, hogy a legnagyobb kockázatú, és senki el nem kérte a jegyet. Ellenben Kaposváron a 32. percben, a mérkőzés 32. percében sikerült bejutnom a stadionba utolsónként, mert azt mondtam, hogy a kapitány utolsóként hagyja el a hajót, akkor én utolsóként fogok bemenni, amikor már minden szurkol, aki szeretett volna, akkor bejutott, és nem kis küzdelem árán. Tehát én azt gondolom, hogy lehet elvileg vitatkozni arról, hogy van egy jogszabály, ugye a stadionbiztonság egyéb kérdések, és azt végre kell hajtani. Ha a végrehajtás rossz, már pedig szerintem nagyon-nagyon rossz. A szabályok jók volnának, de rossz a végrehajtás? A szabályokon is lehet vitatkozni, uh -huh. bocsánat, és, és bármelyik szabályt meg lehet változtatni, hogyha nem jó. Uh -huh. De az a legrosszabb, hogyha valaki jó szándékból, jó akarattal, adott esetben még egy vitatható is, bár szerintem nem túl rossz szabályt, rosszul hajt végre, az a legrosszabb dolog a világon. Jelen pillanatban ez a beléptetés, ez a regisztráció, még egyszer mondom, nem az elvi részét, hanem a gyakorlati megvalósítását nézve katasztrofális. Tehát az, hogy például a derbire Persze VIP az más, de én ebből nem megyek uh -huh. a Ferencváros VIP pályájába. Csak úgy lehetett kimenni, ha fél kettőkor délután, fél kettőkor gyülekezünk az újpesti stadionnál. Ezekkel a kicsit leszakadt BKV buszokkal, rendőri kísérlettel visznek a stadionba. Ott akkor ilyen marha ketreceken keresztül bejutunk a stadionba, majd vissza ugyanezért. Én olyan egy órakor indultam el vasárnap a meccsésen, fél kilenc-kilenc fele értem haza. Ez nem egy családbarát rendezés, nem gondol a vidéki szurkolókra, ugye az Újpestnek, és természetesen a Ferencvárosnak is nagyon-nagyon sok vidéki szurkolója van, aki mondjuk vonattal érkezett a keletibe, annak ki kellett buszozni Újpestre, majd vissza, ha hogy egy 5 perces sétával eljutott volna. Ö, utolsó kérdés. Azt mondja meg, hogy van-e valami információja arról, vagy van-e törekvés arra, hogy, a, hogy, az Újpesti stadion esetleg önkormányzati kézbe kezelésbe kerülhessen? Ugye ez volt az ország első stadionja, a máig állami tulajdonban van, amit renováltak, de hát azért ez ilyen felemásan sikerült. Hosszanti lelátók pozdorjára épültek, a karbantartás nehéz ügy, tehát szépen néz ki elvileg távolról, de vannak gondok. Mi lehet ezzel a megoldás? Hát ami most van, az biztosan nem fenntartható. Ö, számunkra az is megoldás, hogyha megkapja az önkormányzat ö, tulajdonba, ö, nekünk az se baj, hogyha megkapja a klub, akár megveszi, akár hosszú távú bérletbe kapja, de az, hogy most az NSK kezeli, és az a lehetetlen helyzet van, ö, hogy például a belga tulajdonos a saját pénzéből építette meg ezt a vadonatú gyepet, amiről mindenki elismerően szól, a legjobb minőségű ö, 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 pálya ezt a saját pénzből úgy, hogy egyébként le kellett tenni óvadékot, még külön. Ezt az óvadékot mind a mai napig nem kapta vissza az NSK-tól, mert hogy nem vették át műszakilag arra hivatkozva, hogy nem jó minőségű uh -huh. pályát. Teljesen nonsens, közben maga az a hír, hogy U21-es világbajnokságot akarnak ebben a stadionban rendezni. Tehát nonsens a helyzet. Nem az, nem az újpest rendelkezik, tehát nem a csapat rendelkezik a pályával, az NSK néha megpróbálkozik azzal, hogy más sporteseményeket is odavigyen, ami adott esetben ütközik az újpesti labdarúgás érdekeivel. Tehát ez így nem fenntartható. Többször tárgyaltunk már egyébként nemzeti vagyonkezelővel, NSK-val is. Ez biztos, hogy nem jó. Nekem az is Kiszemel. jó, hogyha megkapja a klub, Kiszemel. mi segítjük Kiszemel. ezt a hogy folyamatot hát, hogy... természetesen. Polgármester úr, további sportos hétköznapokat küzdelmeket. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönöm fognak. szépen, hajrá Újpest!